hogy a nó addig csöndben van. De a tanár vagy, ott van a kézemben az újság, fölolvas. Ugye az orán is lehetőség, hogy fölolvas. Csak ha megmondja a diáknak, mi a véleménytek erről, amit most hallottam. Hát tanulok hát újságot olvasni, csak hát ez jó lenne, hogy otthon is ez mindennapos gyakorlattá válna. De ja, meg van egy másik probléma, nincs otthon újság. Az többnyire így van. Nagyon, nem mint az Olaszországban mindenütt van otthonúság, Németországban, még a primitéveknél is van otthonúság. Nem minden országban van mindenütt otthonúság. Ugye az országban válogatta, hogy mennyire a hagyományos a nyomtatott sajtónak használta, mennyire hagyományos a nyomtatott sajt használta. De ha nincs is újság otthon, az iskolában van újság. És ott el lehet olvasni az ő, lehet olvasni belőle. Különben egyetlen, nem fog minden gyerek érvelni meg szabály, nem fog minden gyerek újságot olvasni. Előbb kell mondani, hogy a százalékos arány, amely több kultúrában kulturált ember lesz, nem sokkal magasabb, mint amikor még kivételezettek járva. Mert ez egy illúzió, hogyha mindenki tanul, és ha mindenki egyetemre jár, akkor majd mindenki Shakespeare-t fog olvasni ilyen lappal, és mindenki politikáról foglalkozta, és mindenki Beethoven-t fog hallani. Ez nem igaz. De az sem igaz, hogy ma kultúrálatlanabbak az emberek, mint korábban voltak. Mert annál a számnál azért valamivel többen kultúráltak, mint annak idején. Mert azért a tanításnak van egy gyümölcse, ha 20% valamit kap abból, az már kérem szépen is valami. Igen, mondjuk én például ebben, amit említettem, hogy minden nap élet kommunikációjában ilyen szeretném megtanítani a gyerekeket, hogy ha bemegy egy hivatalba, akkor tudja magát kifejezni, el tudja intézni az ügyét, be tudja menni a postára, de például meg tudom vásárolni, hogy kell kérni, tisztek a felvágottat. Mert még néha ennél is gond van, nem? Ennyire az alapoknál kell ezt. Igen, ugye az alapok azok voltak udvariassági szabályok. Kinek hogyan kell köszönni, ezt már hogyan kell pukedlizni a lányoknak, mert ezt tanították. Ezt tanították, mondjuk Lengyelországon, minden lánynak meg kellett, minden finnak, hogy kell kezet csapolni valakinek. Ezt megtanították. Ugye akkor az udvariasság szabályát tanították meg. Az volt a kommunikáció. Most alapjában szintén az udvariasság szabályát tanítunk meg, csak mások az udvariasság szabályát. Kérünk szépen, hogy kérünk szépen, ne lőttessük egymást az utcán, és a többi, és a többi. Hát igen, egy agresszívabb világot kell valamiképpen udvariasságban. A civilizációs folyamat mindig fontos volt, de középkorban az emberek nem tudtak városban közlekedni, ugye? Mert bement a városba, akkor lökte a másikat, mert se tudta, milyen egy utcán járni. Tehát meg kellett azt is tanulni, Norbert Díjásznak van egy olyan szép könyve a civilizációs folyamatról. Ismeri a könyvet. Volt idő, amikor azt kellett kérni, hogy nem szabad a levesbe köpni, mert az emberek beleköptek a levesbe. Sőt, az én gyerekkorom minden hidatok, minden iskolában, a sarokban ott állt a köpőcsésze. Az emberek által köptek a köpőcsészébe. Miért nem köpnek ma? Ugye azért valamit van civilizációs folyamat, csak mindig valami más, már valamitől megszokunk, és más is meg kell szokni. Egyébként mondjában láttam Kismartonban az Eszterházi kastélyban, ott is volt egy ilyen lista, hogy kell ebédelni. Igen. És az, hogy nem köpünk a levesbe, még ott is szerepel. Nem köpünk a levesbe. És most senkinek nem... Az Eszterházi hercegeknél is szerepel. Persze! Mert senkinek nem jut eszébe a levesbe. Senki sem köp a levesbe, lényegében. Hát nem köptünk a levesbe, megszoktuk, azt is, hogy nem is köpünk. Na nem nagyon köpnek az emberek. Az egy gyerekkoromban azért állt minden iskolában, ott állt a sarokban a köpőcsésze, mert az emberek köptek, és most nem köpnek. Miért nem köptek, mert mi most nem köpünk. Ha tüszökünk a kezünket az orrunk elé teszünk, köpünk a kezünket a szájunk elé teszünk, azért valamikor megszoktunk a civilizációs folyamatból. Azért lenne még mit tanulni. Hajjajjaj, lenne mit tanulni, lenne mit tanulni, lenne mit elfelejteni. Ugyanaz.
hadd kérdezem meg, hogy a kommunikációnak a változásával, tehát az, hogy leegyszerűsítve beszélünk, már nem használunk olyan körmondatokat és olyan kifejezéseket. Ez összefügghet-e ez az egyszerűsítés mondjuk azzal, hogy egyre több helyen mutatják azt, hogy erőszakosabbak a fiatalok? Nézze, ne haragudjon, nekem is volt gyermekkorom. És most nem akarom elmondani, hogy hogy beszéltek az akkor fiatalok, mert ugye fölvett nekem, hogy velek ebben, nem akarom akkor szavakat használni, amit az akkor ifjak használtak. Azok sem voltak szebbek, csak mondjuk nem ugyanazok a szavak voltak, ugyanannyit jelentettek. És a mondatok akkor is primitívek voltak, primitíven beszéltek azok, akik nem tanulták meg a kultúrát beszélnek. A fiatalságnak akkor is kis része tanulta meg a kultúrát beszélnek. Most van, hogy többen tanulják meg a kultúrát beszélnek. De azt veszünk észre, hogy hányan nem tanulják meg a kultúrát beszélnek. Igen, tapasztaljuk, hogy a slang meg az argó, az például tartom az órát, és úgy szól nekem vissza a diák, mint hogyha valamelyik barátjával vagy osztálytársával beszélne, mert nem tud váltani itt. Igen. Hogy bócs, ez most nem a Pisti, hanem ez a tanár úr. Szóval igen. Nem. Már annyira természetes számára. De különben ez természetes, mert ugye az én ifjúkoromban ilyenkor körvest kapott a diák, és akkor megtanult, hogy másképp beszélni tanárhoz. Hála Istennek nem kap körvest, még az a férjem idején is körvest adtak a diákban. Engem sarokba állított, sarokba térdepeltettek ilyenkor. Úgy ezt most nem csináljuk. Más eszköz, ezek az eszközök nem állnak rendelkezésre. Lehet mondani, hogy hál' Istennek, hála Istennek próbálnék én egy körmest adni. Hála Istennek ezek nem állnak a rendelkezésekkel. Tehát ott csak a meggyőzés eszközei állnak a rendelkezésre. Mert a személyes tekintély eszközei. Mert az is van, személyes tekintély is van. Úgyhogy ezek az eszközök állnak a rendelkezésünkre. És hát... mondom még egyszer, hogy nem többen viselkednek ma kulturáltan, mint az én gyerekkoromban, de ahhoz képest, hogy hányan járnak iskolába, és hányanak elején, százalékba kevesebb. Igen. Szóval százalék arányban kevesebben, de abszolút arányban többen. Hát nyilvánvalóan varázsütésre ezt nem lehet változtatni. De mi lenne ön szerint tapasztalata szerint? Én nem tudok ilyen módszerről. Abszolút nem tudok. Én mindig azt mondom, tanítani kell a gyereket érvelni, magát normálisan kifejezni, de mindennek az alapja, hogy gondolkozni tanulja. Tehát ne vegye készpénzni az, amit mondanak neki, sem amit csinálnak, sem amit a barátai csinálnak, hanem gondolkozzon el rajta, gondolkozzon el a világ dolgain. Szerintem az emberként gondolkozni, hogy a kifejező készsége is megjavul, meg fog javulni. Kételkedem tehát vagyok? Nem, igen, hát két a gondolkozom, igen, pontosan. Tehát akkor az vagyok, aki vagyok, hát hogy mondja. Igen. És ezt mikor kell elkezdeni? Tehát ez már a családban kellene, hogy megkezdődjön pici gyerekként? Az vagy, a családban kell elkezdődni, de... Vagy minden... elég, ha az iskolában? A családok egy részében nem kezdődik el. A családok egy részében hihetetlen durvaság uralkodik, és ne higgyék, hogy ez csak a szegény családokban van így. Nagyon jómódú családokban a szülők úgy beszélnek egymással. A gyereknek ebből szellemi és morális haszna nincs. De az iskolázást, mint jó angol száz országban 3-es korban kéne elkezdeni. 3-es korban a gyerek ki van téve, az óvó néni bácsának többnyire már a tanítónak és a tanárnak van kitéve 3-es kortól kezdve, és megpróbálja a tanár a gyerekek azoknak a színvonalat, akik otthonról voltak durva vagy primitív beszédet hoztak, a többiek szintjére felemelni. Ezt a több diák, akinek a szintjére felemelik, is hozzájárul, mert őt másképp beszélnek. Itt nincs igazán semmiféle gyógyszer erre. Mindig lesznek emberek, hogy durván fognak maradni. Tehát végülis a közösségekben a példaadás ilyenkor azért nagyon sokat.
aztán... Igen, a közönség, hiszi magával. Én mindig azt mondtam, van egy közönségnek jó kémia és rossz kémia összetétele. Szerintem a közönség rossz kémia összetétele az, hogy van egy pár kiváló, és a többi pedig nagyon gyenge, az egy rossz összetétel. A közönség legjobb összetétel van, kevés kiváló, és a középen vannak a legtöbben, mert azok húzzák fel azt, aki marad. De hát nem igazán rajtuk múlik, hogy milyen összetétel, milyen kémia összetétel van egy osztálynak, vagy bármilyen közösségnek. Ez nem rajtuk múlik. Igen, de szóval azért tapasztalatjuk, hogy egy személy, még egy középiskolában is egyetlen személy is tönkre tehet egy közösséget. És fordítva, egyetlen személy remek eredményt érhet el egy közösséget. Majd hát ezt mondtam, hogy a személyiségem olyan sok múlik. Ugye ezzel nem tudunk segíteni, és tudunk változtatni. Nem tudjuk megváltani a világot, és az oktatás mindig egy probléma, a tömegtársak tömegoktatással jár. Tömegoktatás arról szól, hogy bizonyos tudásnormát mindenkinek el kell érnie, de hogy ezen túl valaki, túl menjen valaki, kulturált ember legyen, ez van az oktatási rendszer, magában nem tudja elérni, nem fogja elérni. Ez más tényezőkre is van szükség. Az emberek belső motivációra, hogy ő akarnak kulturáltat lenni, például. Azért van például az esti egyetemekkel, és én csak New Yorkra beszélek, mert azt ismerem, hogy miért járnak olyan sokan filozófiára az esti kurzusokra. Ezek között vannak üzletemberek, vannak nyugdíjasok, vannak ügyvédek, vannak ápolónők, háziasszonyok. Elmennek az egyen, fizetnek is érte, hogy Nietzsche-ről, vagy Heideggerről, vagy Kantról hallgassanak előadásokat. Miért teszik ezt? Azért, mert valami mást akarnak az életben. Valami értelmet ad neki. Ez irodalmi kurzusokra rengetegen mennek, úgynevezett creative writing, tehát ők megtanuljanak regényt írni, vagy verset írni. Nagyon sokan mennek ezekre a kurzusokra, mert akarnak valami szellemi tevékenységet végezni, amiből pénz bizonyára nem származik. Én azt hiszem, hogy ez van, és az az igény van, és fennáll. Ez egy kisebbség igénye persze. Ami nyilván nem is probléma, mert hogyha mindenki oda megvan az egyetemre, akkor az egyetem is felhívódna az esti egyetem. Már így is fel van, jól. Az esti egyetem az nem higul fel, mert annyi osztályt nyitnak a hanyerekkező, ha nem tud felhívulni. Az nem is esti egyetem, hanem esti kurzusok. Úgy nyertek, hogy felnőtt oktatásnak, nevezik, de nem igazi oktatás. És nem jár bizonyítványnak. Magyarországon is próbálják bevezetni azt, vagyis hát kötelező is lesz igazából, hogy aki érettségizik, annak ugye kell jó munkát, tehát kell valamiféle közmunkát is végeznie. Vajon itt Magyarországon ez mennyire ütközik majd falatba? Nem szabad kötem, amikor még kötelező teszem valamit, akkor nem, akkor már busz. De azt mondtam, itt nem kötelező, teljesen önkéntes. Ha te mész, akkor ide mész, egyik voltam, egyik tanít a másik ápolónővérnek, egy harmadik hely mindig máshova mennek. A választások más, a választásokon részt venni az már lelki ügy. Itt az a probléma, hogy a új közoktatási törvény az valóban, ahogy a mondja, azt szeretné, hogy érettségihez, úgy tetszik az egyik beugró, hogy társadalmi munkának fogják nevezni, de megmondják, hogy hány órát kell. Most vagy társadalmi munka, vagy kell. Ez nem társadalmi munka. Társadalmi munka önkéntes. És önkéntes azért csinálod, mert örömet telik benne. És kb. Leginkább nem diákok, hanem a háztartásbeliek, akinek a gyerekeik fölnőttek, meg a nyugdíjasok, meg ez az életkor megy, életének tartalmat ad, hogy megy, a minden reggel megy a kórházba. Valami tevékenység van az életben. Lehet, hogy egy picit rossz indulata, amit mondok, de az, hogy amit be akarnak vezetni tényleg, hogy az érettségi, ez a társadalmunk a kötelező, ez nekem egy picit a volt kommunista szombatokra hajoz, ahova természetesen mindenki önként ment el, de próbált volna elmenni. Igen, olyan pontosan az, mikor az agitáció. Úgyhogy minket köteleztek arra, hogy csöngessünk be és agitáljunk. Ez nem volt egy szabad választás. Teljesen más, mint a YouTube-ban, hogy befopok, mint a senki sem kötelezi erre.
ugye, hogy az van mellett kampányolja. Ezt önként csinál, ez óriási különbség. Én amit neked muszáj csinálni, vagy önként csinálod. Én nagyon rossznak tartom. Mert az, hogy társadalmi munkát kötelezővé tesszük, azzal megszűnik a társadalmi munka jelleg. Az már nem társadalmi munka. Hát nagyon nehéz lesz. De ugyanaz, hogy kötelező szavazás, regisztráció szerintem. Nem tudom, hogy keresztül fogja menni ez a kérdés. A parlamenten keresztül menni, egy Európa mit fog ez végül szólni, az egy kérdés. Igen, nekem csak mindig az ott eszembe, hogy Nyírmadocsán ott lakik az utolsó előtti házban, 86 éves Mariska néni, viszont a környezőség a harmadik faluban működik. Igen. És ő majd bottal át fog menni a harmadik falu, majd regisztráljon. Hát engedik, hogy postán is regisztrálni. Úristen, mert a Marika nincs megy postára regisztrálni. Ez elképesztő. Ugyanaz, mint ugye, amikor azt mondjuk, hogy a szavazás titkos, akkor majd levélbe lehet szavazni. Igen, ez nagyon szép, ez különösen gyönyörű. Igen. Hogy a vajdaságból, nem bántam a vajdaságiakat, tényleg nem, de onnan majd feladják feladóval a megfelelő igen. És akkor a levelet, és akkor itt megnézik, hogy ki a feladó, és mi pályák. Igen, az ilyen titkos valóban. És ha már így a politikánál tartunk, ugye a legutolsó könyve az a politika igazságáról és az igazsággal való kapcsolatáról szól. Mi a tapasztalata? Van egyáltalán őszinte politikus? Vagy akinek igazsága van? Hát én ezt nem egy könyv, hanem egy tanulmány, amit írtam az igazságról, az igazság a politikában címmel. Itt nem egy konkrét politikai elméletről van szó, hanem de facto arról, amiről az cím szól, hogy mit jelent az igazság a politikában. Miért jelent más, mint igazság a filozófiában, igazság a tudományban, igazság a vallásban, miért jelent más az igazság a politikában. Azt hiszem, erről kéne most beszélnem, bába. Igen. De nem, ez nem arról szól, hogy ennek van igaza, másnak van igaza, hanem az, hogy mit jelent az, hogy valakinek valaminek igaza van. Akkor lehet igaz az, amit ő maga igaznak gondol? Lehet. De nem mindig az. De gondolom itt azért, hogy az valóban igaz legyen, hogy tényleg igazságként érje, ez mindig a recepciótól függ. A magyar nyelv nagyon-nagyon fura, mert az igazság szó kétfélét jelent. Igaz vagy nem igaz, vagy igazságos vagy nem igazságos. Hát igen, igazságos az Mátyás király volt. Igen, és azt mondjuk, hogy ez egy igaz döntés, akkor az lehet igazságos döntés is. Szóval ez akkor valahogy inkább ilyen etikai kérdés, nem? Úgyhogy az igazságosságot már nem fogom érinteni. Azt hiszem, bár hogyha érdekelni a társaságot, igen. De az igazság az, ez egy filozófiai kérdés, én elnézést fog kérni a társaságtól, filozófiaként csak filozófiailag lehet megfogalmazni. Nem hiszem, hogy ez problémát fog jelenteni. És ezt, hogyha mondjuk a civil életben nézzük, és hallgatva a politikusaikat, mondjuk mitől lesznek ők igaz, vagy mikor mondanak igazat, honnan tudja egy teljesen egyszerű laikus ember eldönteni, hogy na most igazat mondott, vagy bizony ő csak meg akar vezetni bennünket. Nézd, az igaznak az ellentéte, vagy a hazugság, vagy a tévedés és a megtévesztés. Ugye attól függ, hogy mivel állítjuk az igazat szembe. Azt mondja, hogy az igazat mondtad, és te hazudsz, akkor tudod azt, hogy nem az igazat mondtál. És szándékosan mondod propaganda célból, vagy manipulációs célból. De lehet, hogy hiszed azt, hogy igaz. Ugye hiszed azt, hogy igaz, akkor ebben az esetben te hiszed azt, hogy igaz, akkor te nem hazudsz, ha azt mondod valamire, hogy igaz, holott nem igaz. Ugye ez kicsit fura dolog, de erről beszélek már, úgyhogy nem, erről kéne, hogy fél órát beszélnem. Thank you.